Újra működik Kapuvár belvárosában az a húsbolt, amely szeptemberben ment csődbe. Az üzemeltetést az önkormányzat vette át. Németh László, a Kapukom Kft. Ügyvezetője elmondta, nagy húshiány keletkezett a városban a leállás után. Most azonban folyamatosan bővül a beszállítók száma, és egyre több termékkel tudják ellátni a helyi lakosokat. Folyamatosan újabb beszállítókkal veszük fel a kapcsolatot, most 20-21 beszállító szállít ide nekünk. Ami nekem különös öröm az az, hogy egy 50-60 kilométeres körzeten belülről tudjuk az összes húsárut beszerezni, és a későbbiekben is arra törekszünk, hogy a termékpalettát úgy szélesítsük, hogy lehetőség szerint a helyi feldolgozókat szólítsuk meg. A hiányt a többi helyi üzlet nem tudta pótolni. Ahogy megtudtuk, a helyi lakosok annak örülnek a legjobban, hogy újra működik az üzlet. Örülök neki, mert azért ide mindig lejárunk minden. Már több éve, amióta csak megnyílt ez a bolt, mindig lejártunk, meg most is. Hát én örülök neki, hogy működik, csak az a baj, hogy nem húsgyári termékekkel, mert az volt igazán jó. Mindig frisset kaptam. Gondolom más is, mert hogy abból adnak, ami van. Úgyhogy én örülök, hogy újra jöhettem. Hetente jövök, hát gyakorlatilag mondjuk most másodszor vagyok itt, úgyhogy... De nagyon örülök neki. Az egyik legfontosabb cél az, hogy a Rába közi áruk legszélesebb palettáját találják meg itt a helyiek. Mindezt jó minőségben és elérhető áron.